Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi az, amit te nyújtani tudsz, és neki ez tetszik? Vagy mi az, ami esetleg őt zavarja a párkapcsolatotokban? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A központi téma itt van középen, és itt látható a nap. A nap megvilágít bizonyos témákat, kiderül az igazság, vagy tisztázódik valami kettőtök között. A gyermekek utalnak egy új kezdetre, vagy az ártatlanságra, persze a fiatalos kisugárzásra is. Itt megvan a kisugárzásotok, itt megvan a vonzalom kettőtök között. A nap megvilágít valamit vagy valakit, láthatóvá tesz valakit, az azt jelenti, hogy ő látni akar téged. Itt ő áll a középpontban, ugyanúgy, mint a nap, tehát ő fog döntéseket hozni, ő szeretne veled valamit tisztázni. Ő mutatja ki nyíltan azt, hogy mit akar, vagy mit érez. De itt a háta mögött megjelennek az egerek, és ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát ő fél attól, hogy elveszít téged. Itt a kasza az el tudja vágni ezeket a félelmeket, vagy a kassa jelentheti azt is, hogy valami a hirtelen történik, amikor ő nem számít rá, vagy nálad történnek olyan események, amikor te nem számítasz erre. De itt már látható nála ez a félelem, ő fél attól, hogy elveszít téged. Itt a felhő azt mutatja, hogy valami még átláthatatlan, illetve eddig volt átláthatatlan, de ha most jön, akkor kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok kettőtök között. Itt lehet, hogy arról van szó, amit átéltetek fél évvel ezelőtt, mert ez a kártya, ez egy időkártya, és jelent fél évet. Itt megvan az ereje ahhoz, hogy bebizonyítsa magát. De számodra is fontos ez az erő, az életerő, vagy a belső erő, a hit, hogy higgy abban, ő kimondja a valóságot, tisztázódnak bizonyos dolgok, és az utak azt jelentik, hogy közeledik hozzád, lesz egy találkozás, hiszen a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, ő látni akar téged, és az utak azt is jelenthetik, hogy a sors utatok kereszteződik. Itt a virág csokor jelentheti a te szépségedet, a te nőiességedet, de lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is, és ez az ajándék útban van hozzád. A félelmeket elvágja a kasza, sőt, elvágja a felhőt is. Kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok. Itt van az erő. Az is lehet, hogy te adsz erőt számára, vagy ő segít neked. Útban van hozzád, lesz egy találkozás, és ez szép lesz, vagy lesz egy kellemes meglepetés. És ez volt a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, örülök annak is, ha feljelentkezel a csatornámra, vagy leírhatod a véleményedet a kommentárba. Annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár, de vannak újdonságok is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!